csengődön, a karácsonyvárás, az advent, a közös gyertyagyújtással kezdődik. Az első gyertyát Nagy Pál Tomi gyújtotta meg, Pap Zsolti mondott verset. A második hétfőjén Boldizsár Gábor gyújtotta meg a negyedikesek nevében a gyertyát, és Mészáros Dávid mondott verset. A harmadik gyertyát Németh Andrea, a hatodik osztályosok osztálytitkára gyújtotta meg. Csikesz Bettina mondott egy kis szöveget mellé. Így már három gyertya égett az adventi koszorúban. Végül a negyediket ma reggel a nyolcadikosok gyújtották. Az is hagyomány már, hogy a téli szünet előtti héten a hatodik és nyolcadik osztály különleges órarend szerint tanult. Csilingelő című témahéten vesznek részt. Célunk az, hogy megtanuljanak felkészülni a karácsonyra minél több szempont szerint. Díszítik az iskolát, mézes kalácsot sütnek, karácsonyi zenével és irodalmi alkotásokkal ismerkednek meg. Képeslapokat is saját kezűleg készítenek. Maradék gyertyából újakat öntenek, és még sorolhatnám, mi mindennel foglalkoznak ez alatt az öt nap alatt. Reméljük, az itt szerzett tudást otthon is alkalmazzák majd.